Első kérdésem az, vagy kérésem az, hogy legyen szíves mutatkozzon be, amit el lehet árulni magáról, családjáról, foglalkozásáról, közéleti tevékenységéről. Szevők István vagyok, ma már nyugdíjas, nyugdíjas pedagógus, a Tetőfedő iskolában voltam igazgatóhelyettes, kollégium igazgató, testnevelő tanár, előtte 19 évig a megyei tanács művelődési osztályán dolgoztam. A fő területem nekem a sport volt, a sportot ellenőriztem. Így valójában valamennyi iskolát megismertem, óvodát, általános iskolát, középiskolát. A munkahelyem következtében el kellett végeznem egy jogot is. Kérem szépen, ennek következtében én nagyon sok emberrel vagyok kapcsolatban, mégpedig az ő jogi problémáikban segítséget nyújtok. Ennyit. No? Köszönöm. A második kérdésem pedig az, hogy kérem, hogy ön három pontban foglalja össze, vagy a legfontosabb három pontot foglalja össze, ami a programjának a legfontosabb három pontja. Igen. A programomnak a fő pontja, kérem, azt állítjuk, és ezt nagyon könnyen be lehet bizonyítani, a magyar alkotmány azt mondja, hogy kizárólag a népnek van hatalma, ezt a hatalmat átadja ideiglenesen az általa választott képviselőnek. Ha tovább nézzük az alkotmányt, véletlenül se látjuk azt, hogy ebben a pártoknak hatalma lenne. Ezért mi azt mondjuk, és ez a programunk elsődleges főpontja, hogy népi képviselőket kell a parlamentbe küldeni, és nem pártkatonákat. Mert ma a pártok átveszik a hatalmat a országgyűlésbe, és kérem szépen, összekeverik így a jogot a hatalommal. Másik nagyon lényeges kérdés, pontosan a devizahitel kérdés. Mi azt mondjuk, hogy aki bement a bankba, és kapott forintot, például 5 millió forintot, akkor az 5 millió forintot kelljen visszafizetni a banknak a megállapított kamatokkal együtt. Tehát nem ismerjük el azt, hogy azon az árfolyamon, amikor váltották, kérem szépen, ebben a jogügyletben nem volt deviza. Hát ha nem volt deviza, akkor a forint átváltásról ne beszéljen senki. A harmadik nagyon lényeges kérdés, hogy azt állítom, hogy Magyarországon nincs demokrácia, nincs jogállamiság, és kérem szépen nincsen igazságszolgáltatás. Ha 4 évente elmennek az emberek választani, attól még nincs demokrácia. Ez is hozzátartozik a demokráciához, de kérem szépen, akkor lehet egy országban demokráciáról beszélni, ha az intézményei, a bíróság, ügyészség, rendőrség, adóhatóság, stb. Demokratikusan működik. Ezek pedig ma Magyarországon nem működnek demokratikusan, így nem is lehet demokráciáról beszélni.